Üdvözlöm a kedves nézőket! A KITE szántóföldi vizsgálatai során sok új növényvédőszert tesztel, viszont ezek mellett teszteljük a kijuttatás technológiát is, hiszen azt tapasztaljuk, hogy a megfelelő hatóanyag mellett a kijuttatás időzítése, a kijuttatás minősége is jelentősen befolyásolja a hatásosságot. A kijuttatásért a permetezőgép annak különböző részeinek az összhangja felelős. Beszéljünk egy keveset most a permetezőgépekről és az elmúlt évek ezt a témakört mozgató változásairól. Tegyük ezt azért is, hiszen látjuk, hogy az elmúlt években a klimatikus viszonyok rövid időn belül megváltoznak. Esetlegesen az új kártevők megjelenése sokszor a sikeres kijutatáshoz kevés időt ad. Azt is érdemes figyelembe venni, hogy a növényvédelmi munka dandája április és május hónapon belül 6-7. Ekkor kell leállni nagyon sok feladatot. Ezeken túl a szerkivonások hatása is azt eredményezi, hogy kiéleződik a kijuttatás szerepe. Sokáig hazánkban egyeduralkodó megoldásnak számított a vontatott permetezők konstrukciója. Ezek a permetezőgépek ma is dolgoznak, és jó helyük van a technológiában. A vontatott John Deere gyártmányok fel vannak szerelve a hatékonyság érdekében a legkülönbözőbb megoldásokkal, hogy azok segítségével gyors és pontos kijuttatást végezzünk. A John Deere gépek 14-16 km/h permetezési sebesség mellett is stabil keretet, jó minőségű szórásképet szavatolnak. Viszont a 80-100 cm-t meghaladó növénymagasság már egy probléma számukra. Itt ebben az állományban nem tudnak már sülésmentesen dolgozni. Ezt a mértéket meghaladó növényeknél jön szóba az önjáró gépek csoportja. Itt valamikor a hasmagasság szempontjából volt egy fontos téma ezeknek a gépeknek a behozatala. Az elmúlt időszakban viszont jelentős változáson esett át a szemléletmód ennél a kategóriánál. Mi a KITE kereskedelmi üzletágai szempontjából 1,2 métertől 2 méterig teljedő hasmagasságú gépekkel dolgozunk, és ezeket forgalmazzuk. Viszont azt javasoljuk, hogy válasszunk olyan hasmagasságú gépet, ami a vetésszerkezet figyelembevételével a legjobb a gazdaság számára. A hasmagasságon túl gondoljunk tovább plusz tulajdonsága ezeknél a gépeknél. A John Deere és a Hegyi típusok esetében be van építve a vontatott gépeket meghaladó területteljesítmény ezekben a konstrukciókban. A fejlettebb járószerkezet a magas has magasság mellett a magas műszaki kvalitású konstrukció, a motor, a meghajtó szerkezetben rejlő tudás révén ezek a gépek már 20 km/h feletti permetezési sebességet szavatolnak, úgy, hogy nem romlanak a permetezés minőségi mutatói. Ha a mai időjárási viszonyokat vesszük figyelembe, kevés időnk van, hogy hatékonyan védekezzünk. Az önjáró gépekben rejlő tudás akár több száz hektáros napi területteljesítményt szavatolhatnak. A harmadik csoport a kijuttatás technológiában a drónok csoportja. Itt két különböző növényvédelmi feladatban résztvevő irányt különböztetünk meg. Egyik az érzékelő drónok csoportja. Ezekkel felmérhetők a növények egészségügyi állapota. Ezt úgy teszik ezek az eszközök, hogy speciális kamerával látjuk el őket. A növényvédelmi kezelés előtt le kell repülni a területet. Az elkészült képek speciális információkat tartalmazhatnak. A lényeg, hogy a növényeknek a egészségügyi állapotát veszük a leginkább figyelembe. Ebből az információból célszoftverek segítségével készíthetünk különböző térképeket, növényi stressz helyzeti térképet, klorofil elemzést vagy talajindexet. Ezek az adatok segíthetnek a növényvédelem táblán belüli megszervezésében, vagy a tápanyag utánpótlásban, vagy termésnövelő anyagok kiosztásában. A KITE precíziós szaktanácsadói nagy tapasztalatokkal rendelkeznek ebben a témában. Ha önöknek szüksége van ilyen megoldásra, keressék őket. A következő csoport a kiutató drónok csoportja. Ez egy újszerű megoldás. Még a törvényi háttere, illetve a használatosszerek csoportja is még szűk, és még nincs kialakulva. Azonban el kell mondani, hogy ebben a technológiában is vannak lehetőségek. A KITE is végez ilyen technológiával vizsgálatokat. 5-15 liter per hektáros lémennyiséget szavatolnak ezek a megoldások. Emellett
80-120 mikronos cseppmérettel dolgoznak. Ennek a cseppméretnek a hatására lesz jó fedettség a növényállományban. Az ilyen kis cseppek viszont érzékenyek a környezeti hatásokra. 2 m/s szélsebesség mellett elsodródhatnak már, vagy maximum 20 Celsius-os léghőmérsékletnél lehet alkalmazni ezt az eljárást. Drónpermetezés olykor biztosan jó lehetőség, ha táblán belül például nem tudjuk megközelíteni azt a területet, amit leszeretnénk kezelni, mert például fel van ázva a terület. Egy drónnal ez megoldható. Ott is lehetőségeket nyújt, ahol például pozícionálva valamilyen foltszerű problémának a kezelését kell elvégeznünk. Ott is egy drónnal jól meg tudjuk ezt a megoldást találni. Mint ahogy elmondtam, sok lehetőség van, érdemes mindegyikből az önnek megfelelőt választani.